Sziasztok! Miután 10 másodperc után tennétek fel a kérdést, hogy ez a játék meg mégis mi az Atya Úristen, már most előre elmondom, hogy fogalmam sincs, pedig én játszottam vele, és végig is vittem. Ez utóbbi nem dicsekedés, mert szerintem a játékidő az kevesebb, mint egy óra, és ha most azt veszem figyelembe, hogy 10 euróba került a cucc, hát akkor azt kell mondjam, hogy az elmúlt időszak talán legrosszabbul elköltött összege volt ez. Persze a dolog nem ennyire fekete-fehér, csak úgy, mint az intróm. Ha nem hiszitek, akkor nézzétek meg. Ugye, hogy volt benne szürke is? Nézzétek csak meg jobban. Jó, bocs, de most végeztem a játékkal, és mentálisan lehet, hogy nem igazán állok még készen a videó elkészítésére, de már mindegy. Szóval a történet az úgy fest, hogy főhősünk gyanútlanul utazik a vonaton, amikor is egy csapzott kinézetű ember odacsoszok hozzá, és a kezébe nyom egy fegyvert, aminek a hatására a vele egy szerelvényen utazó 217 darab SWAT-os, titkos ügynök és CIA-s bérgyilkos azonnali célpontjává válik. A félreértések tisztázására pedig az egyetlen és egyben a legjobb megoldás, ha az ember menekülni kezd egy ilyen helyzetben, és agyonlő mindenki mást, akinek szintén fegyver van a kezében. A felvezetés nagyjából 5 másodpercet ölel fel a játék elejéből, ezután pedig az utolsó percig húznunk kell a ravaszt. Én alapvetően szeretek túlozni, de most nincs erre szükség, mert a játék tényleg kimeríti a full action fogalmát. Ennél már talán csak akkor lehetne benne több akció, ha kapna egy jó kis leárazást a Steamen. És ennél a játéknál történt meg velem talán életemben először az, hogy a kezdés után meg kellett állítanom és el kellett gondolkodnom azon, hogyan kéne kiosztanom az irányító billentyűket, mert annyira sokat kellett lőni, guggolni és ugrálni, hogy egyszerűen sehogy nem esett kézre a dolog. A megváltást a kontroller jelentette végül, mert én bármennyire is nagy fanja vagyok a keyboard gamingnek, itt most nem tudtam kényelmesre konfigolni a játékot. Fél úton a mutató ujjam kapott görcsöt, és a játék végéig pedig még a középső ujjamat is sikerült leamortizálni. Lehet a következő játékteszt valami szöveges RPG lesz ezek után, de igazából mindegy, csak gombot ne kelljen hozzá majd megnyomni. Szóval a játék egy eszement shoot'em up, de ez még így is azért kevés lett volna hozzá, hogy felpakoljak róla egy videót. Van egy olyan érdekesség benne, ami miatt viszont úgy éreztem, mindenképpen szót érdemel a dolog. Ez pedig, hogy lényegében nem egy, hanem nagyjából az összes shoot'em up műfaj típus előtt tiszteleg a játék, és az ezek közötti váltás is kellően agyament. Kezdetben a vonaton kell menekülni, aztán a vonat tetején folytatódik a hajsza, ahonnan átugrunk egy sportkocsiba, onnan egy motorral száguldunk tovább, amivel az egyik ugratást követően már egy helikopter pilóta fülkéjében találjuk magunkat, hogy végül egy rakétával átlőhessük magunkat az ellenséges vadászgép kokpitjébe. Minden egyes váltás után a játék irányítási sémát és nézetet is vált, mire pont kezdenénk megszokni, hogy mit is kell csinálni és mit vár el tőlünk a játék, addigra be is kavar nekünk. Azt ugye már beszéltük, hogy lőni kell, és nem is ez lesz a kérdés, a talán inkább az lesz, hogy merre és mire. Pont ezen váltások és a játék rövidsége miatt nem lehet megunni a dolgot, mert nem lesz rá idő. Ha meghalunk, akkor a checkpoint rendszer szerinti legutolsó mentési pontra tesz minket vissza a játék, ezek a pontok pedig alapvetően jól vannak elhelyezve, viszont volt egy pár, ahol azt éreztem, hogy egy kicsit messziről kell újra kezdeni a csörtét, meghalni pedig elég sokszor fogunk, ugyanis elég egyetlen egy jól irányzott lövedék, és már is alulról szagoljuk az ibolyát. Ha valaki feltenni a kérdést, hogy ez szép és jó, de mégis kinek ajánlanám a játékot, hát akkor olyan nagyon sok ember most így hirtelen nem jutna az eszembe, viszont jó hír, hogy nincs szükség hozzá szinte semmilyen nyelvtudásra. A játék az erőszak nyelvén beszél, amit ugye meg mindenki ért, tehát senkinek sem lesznek értelmezési gondjai a történettel. Nyilván ez a stílus a komoly történeten kívül még magában hordozza a realizmus jegyeit is, elég csak a profi és fegyelmezett utasokra gondolni a vonaton, akiket nem lehet kizökkenteni semmivel sem a nyugalmi állapotukból. Szóval, ha valaki szereti a teljesen elborult megoldásokat és kíváncsi rá, milyen, ha izomlázas lesz a keze egy számítógépes játéktól, akkor mindenképpen érdemes lehet kipróbálni a dolgot. Ha viszont van köztetek olyan, aki ezt a 10 eurót inkább félretenné valami komolyabb játékra, annak már is van egy tuti tippem, de csak azért vagyok ilyen jófej, mert idáig elszenvedtétek magatokat a videóban. Aki viszont csak ide tekert, az szégyelje össze magát, de azonnal. Szóval az van,
hogy nem sokára jön az Outriders nevezetű looter shooter RPG, aminek a demója fent is van Steamen. Kipróbáltam, és mindenkit csak bíztatni tudok, hogy szintén tegye ezt meg, már ha nem idegenkedik nagyon tőle, maradjunk annyiban, hogy nem véletlenül vállalták be a demót a fejlesztők, mert igen érdekes dolgok várnak majd ott ránk, persze elég sok furcsaság is bug mellett, de erről majd az éles beszámolóban fogok dalolni nektek. Igaz, hogy ez a játék majd nem 10 euróba kerül, hanem 60-ba, de ha most nem vertétek el a zsugát a speed limitre, akkor az úgy már csak 50. A leosztott játékóra per euróban pedig biztosan jobbak lesznek a mutatók ott, mint itt. Viszont mielőtt majd még visszaelveznénk a normalitás talajára, várható még egy hasonlóan meghökkentő játék beta tesztje is a közeljövőben, szóval készítsétek az idegrendszereteket. Addig is mindenkinek hosszú és eredményes játékot kívánok, legyetek jók, sziasztok!